hogy ami kuc alatáról és kuc ödörről olvastál fel, felvegyük egy másik név is, Jancsó, hogy talán a véletlen is úgy összön, hogy Jancsó Miklós következik, méghozzá meglepetések kész. Édes gyermekem, régi tervem, hogy leírom neked mindazt, amit az én szüleimről és azok családjáról tudok, hogy maradjon meg legalább ennyi róluk a te emlékedben. Mikor eljött a vártunk kiazás, nekikezdtem a munkát. Nem sokat írtam. Évekre félretettem azt, amit írtam, és csak jóval később. Édesapád halála után, mikor magamnak adtam, fogtam ismét hozzá. Kedves jelenlévők, én egy nagyon nehéz vállalkozásra szántam magam. Akkor, amikor egy, hát merem így mondani, irodalmilag mindenképpen ismeretlen szerzőt bemutatok a mai találkozás alkalmából. Ennek a szerzőnek kezdődnek ugye kezdődik így az emlékirat, a napulérzet címet sarod. Ki ez a szerző, akinek a bemutatásával, ahogy tetszett mondani, meglepetést szeretnék szerezni? Kunc Aladárnak volt egy leánytestvére, Kunc Vilma. Kunc Vilmának három leánygyermeke, Margit, Márta és Magdolna. Nos, ez a Magdolna azért édesem. Ilyen vonatkozásban ez az emlékirat végül is hozzám szól, de nem rólam szól, természetesen, hanem arról, amit bejelez, és nem akarom én most nagyon részletezni, hanem a családról, a családtörténetről, és hát természetesen leginkább Kunc Aladárról, Tagiról, ahogy a leveleimben említi és szólítja ők, és hogy a barátai vezésztők Kunc-Aladár. Egy mély, nagy-nagy barátság alakult ki a francia szakos diáklány anyám és az immár, ha lehet mondani, befutott író között. Kunc-Aladár szerette és becsülte Magdát, és hát elintézte neki, nem könnyen, azt, hogy két évre párizsi ösztöndíjasként ott élhessen. Ez a két év anyám életében, körülbelül 29-35-ben, mindjárt rátérek, években meghatározó jellegű volt. Kapcsolatuk Kunc Aladárral mélyült, francia nyelven beveztek. Nos, ebből a emlékiratból, ami 120 és 120 oldal, ebből kiválasztottam néhány olyan levelet, ami részben ismert, hiszen Bogulyás például ezeket nagyjából ismeri, nem mind. És ezekből szeretnék néhány felolvasni, hiszen ezek a levelek úgy érzem nagyon sokat mondóak. Nem csak Kunc Aladárról, hanem korról, egy életszemléletről. Nagyon nehéz volt ellenállnom annak a csábításnak, hogy a naplóból ne vegyek ki egy-egy humoros részletet, hiszen a humor mindig állásom, mint egy más műfaj, de megpróbáltam ellenállni, azaz nem biztos, hogy itt egy kedves dolgot elmondok, hogy Korda Sándor, testvére Korda Liza testvérész, fölajánlotta anyámnak, hangsúlyozom akkor a 20 éves, nagyon szép fiatal lánynak, hogy megkeresíti. Anyám engedélyt kért levélben az édesanyjától, hogy lefestetheti-e magát. Jött a válasz, igen, de ha festőhöz Katóval a barátnőjével megy. És hát elmegy Katóval a barátnőjével a festőhöz, és gondolom, hogy kitalálta, festményből nem lett semmi. Grönöbülban indultak a franciaországi útra, Kunc Aladár az első útra elkísérte. Most a naplóból és a levelekből kérem, hallgassanak meg egy rövid részt.
Grönlandban én bevonultam a protekciómba, Protection de la jeune fille, ahonnan este hét után nem lehetett kijönni. Dadi egy panzióba ment, ahova Bányai Laci jött el. Megérkezésünk már másnapján értem jött a protekciómba. Én türelmesen vártam. Eszembe sem jutott, hogy kimenjek körülnézni. Le Rouge et le Noir-t olvastam, Stendhal regényét, amit Dadi megvett nekem. Emlékszem, hogy meg volt lepve, bizonyára azt várt, hogy alig várom, hogy egy kicsit bebaranguljam környékét, ismerkedjem az idegen várossal, amely hónapokra otthonom lesz. Kafka Margit példáját említette, aki Párizsban, mi kint a tömeg június 14-ét ünnepelt az utcán, ő nyugodtan olvasott szállodai szobájába. A 20 éves diáklány és a befutott írónő egyformán reagált a külső világra. Grenoble-ban együtt kerestük fel Stendhal szülőházát, ő meg, mint Bányai említi, a könyvtárban Stendhalról szóló monográfiára lapozgatott. 1929. február 15-én Párizsban hozzám írt levelében említi, hogy menjek el a Rue Vaugirard-ba, az Hotel Malherbe, igen, köszönöm. Nem mondtam, Malheur. Te itt keresheted az én emlékeimet, mint ahogy kerestük Stendhal emlékét Örökökkorban. Mindez oly messze van tőled, és talán tőlem is, aki valami nagyon szépet kell még csinálnom, hogy megérdemeljem ezt az összehasonlítást. Stendhal. Valószínűleg Vanda hatására fordult meg az én fejembe, írja anyám, hogy ott hagyom a protekciót. Ezt megírtam édesanyámnak. Dadi válasza. Megtudtam anyától, hogy komolyan gondolsz arra, hogy elhagyod a protekciót. Nem akarlak befolyásolni, de ebben a pillanatban, és ez a pillanat két-három hónapig, sőt, tovább tarthat, nem tudok jobb helyet elképzelni számodra, mint a protekció. Annak ellenére, hogy bizonyosan nagyon unalmas. Neked nincs pénzed egy jó hívű pancióra. A többiek elviselhetetlenek helyek egy jó családból való fiatalány számára. Értsd meg jól, nem attól félek, hogy ostobaságokat fogsz elkövetni, de van lelki higiénia is, amit nem nélkülöz könnyen az ember. Az olcsó panzió környezete undorító, még akkor is, ha az ember nem követi a lakó. Következett a karácsony, Dadi sírt nekem. És neked is, nagyon kedves kicsikém, minden jót kívánok. Légy egészséges, légy mindig becsületes, tanulj meg jól franciául, légy boldog. Ez olyan valami, amiben te nem nagyon hiszel. Én kicsit. Nem kell várni zajos boldogságra. Inkább keresni kell az összhangot az ész és a szív között. Légy jó, légy nagy lelkű. Vannak emberek, akik minden áron nevetni akarnak, feltűnni, nagy gesztusokkal érni. A fájdalmat is vállalják, ha szokoghatnak és nagy jeleneteket rendezhetnek. Ne keresd, és ne várd ezt az életet. Légy elégedett a mosolya, maradj inkább az ismeretlenségben, élj bensőséges baráti körben, és ha vállalni kell a fájdalmat, csak egy kis könnyed őrizni a szemedben. De akkor se felejtsen mosolyogni. Mindig így kell gondolnod rám, akkor is, mikor nem összetörték. És így kell nézned az élet kis és nagy eseményeit, amely mindenek ellenére megéri, hogy légy.